A szabadság rabjai. Börtönmissziós műsor a Hit Rádióban. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Újra itt vagyunk, ez itt a Szabadság rabjai című műsor a Hit Rádión. Én Korompai Márk vagyok, és most is itt van velem műsorvezető társam, a Hit gyülekezete börtönszolgálatának vezetője, Sárközi György. Szia, Gyuri! Szervusz, Márk! Köszönöm a kedves hallgatókat! Innen jelentkezünk a budapesti stúdióból, és egy nagyon kedves vendéget hívtunk meg, Polster Tamás, aki elég kalandos élet tudhat maga mögött, egy jó küzdős életutat, ugyanis profi ökölvívó, és nem is akármilyen szinten üzte ezt a sportágat, magyar bajnokként kezdte, és mindenféle sportágban kipróbálta magát, a Thai boxtól kezdve a ketrec harcon át, ezekbe is bajnoki címeket szerzett, Street Fighter bajnok volt, a legkomolyabb eredmény az, hogy Európa bajnok profi ökölvívó övet nyert. Szervusz, Tamás! Szép jó napot kívánok! Üdvözlöm a rádió hallgatóit itt a Hit Rádióban. Tamás, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Nem akarjuk lelőni a poént, de hát a Szabadság rabjai című műsorunkban általában olyan embereket szoktunk meghívni, akinek valami köze van a börtönhöz, a rabsághoz, a szabadsághoz, úgyhogy te ezeket jócskán átélted, és erről szeretnénk kérdezni, hogy indult az életed, hogy lettél sportoló, hogy kezdődött? Hát egy kalandos út volt, egészen gyerekkoromból, vagy koromtól kezdve egy sportorientált családban nőttem fel, szüleim is, édesanyám is, édesapám is tornászok voltak, testvérém atlétizáltak, tehát nekünk a mi családunk az egy ilyen sportorientált család volt, igazából nem is láttam más utat, meg példák magam előtt, mint hogy én más lehetnék sportoló. És egyből a küzdősport jött? Nem, még minden kisgyerek futballista szerettem volna lenni, és a mai napig itt van a fejemben, amikor nagymamám egyszer kérdezte egy ilyen családi vacsoránál, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszek? Hát mondom, saját milliómos Maradona, hát ez egyértelmű akart lenni. És az élet sajnos más felvezette az utamat, és rátértem a küzdősportok útjára. Miért mondod, hogy sajnos? Ugye voltak már a műsorban olyan vendégek, akik szintén boxolók voltak, és futballisták is voltak. És futballisták is voltak, de a boxolóknál volt ez, hogy sajnos, mert valahogy az alvilági kötődés az evidensé válik egy bizonyos szint után. Sajnos igen, mert akik a küzdősportban olyan vagy olyan magaslatokig tudnak eljutni, hogy tehát egy jó szerepkör tudnak betölteni, akkor azt azonnal lecsap rájuk sajnos az alvilág, hisz egy jó bunyós az mindenhova kell. Tehát azt a tudást azt tudja kamatoztatni. Igen, pontosan sajnos az éjszakában, az alvilágban. Veled is így volt, Tomi? Sajnos igen. Sajnos igen. Bár azt mondom, hogy ahhoz, hogy ma itt lehetek, akár itt a Hit Rádióban, akár a gyülekezetben, akár egy megtért ember lehetek, én Jézus megtaláltam, az az életutamon, az is beletartozik. Oké, evidens. Hogy történt az, hogy beleestél az alvilágba, tehát a sport utána, tehát ügyes küzdő sportoló volt, és hát egy jó sportoló ebből voltam. Azonnal portára került, éjszakai porta? Inkább ilyen kicsikkel kezdő, gyere kísérj el, gyere állj be mellém az ajtón. Akik mellé állni kellett, azok nyilván nem voltak olyan erősek, mint te, de kellett nekik védelem a... Pontosan. Ha jól értem, gyere, gyere kísérj el, mert csak elhozunk egy borítékot. Értem. Gyere csak ülj le a másik asztalhoz, majd mi beszélünk. És akkor ezekből szépen a másik asztalból ugyanaz az asztal lett. A gyerek kísérje el bele, már én kértem, hogy valaki kísérjen el, mert én hoztam el a pénzt,
Tehát ez egy ilyen folyamat volt, és sajnos egyre mélyebbre és mélyebbre mentünk bele, és ezek csak a úgymond pénzbehajtás, meg ezekhez is az a kis aprólék volt. Így kezdődött. A mélységben. Hogy érdekelne minket a mélység is, ha szabad. Ez mikor volt? 2000-es évek? Hát 2000-es évek eleje, még egy 90-es évek vége. Tehát ilyen 18-19, sőt már előbb is, 17 évesen már ott már pedzegették a dolgokat. És a legrosszabb, amikor már önmagadat sem úgy látod, hogy rendes ember vagy. Tehát belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy nem, valamit változtatnod kell, mert ez nem jó. De milyen konkrét dolgok voltak, amik ide vezettek? Tehát mi az, amivel már nem volt jó szembesülni, már nem tudtál azonosulni, de mégis csináltad, mert gondolom pénz volt benne, sikeres voltál benne, ami ezzel jár, az mind a hozadéka ennek az életvitelnek, az jött vele, de mi volt az, amikkel nem tudtál már így szembenézni? Ahhoz képest, hogy küzdősporttal foglalkozom, idestóval 24 éve, bár akkor, amikor ezek történtek, még csak pár éve foglalkoztam vele, de én egyáltalán vagyok egy agresszív ember, sőt, féltem és óvom az a gyengébeket, és óvom a elesetteket, és sosem szerettem erőt dominálni valaki felett. Meg én azt gondolom, hogy a gyengébeket tényleg óvni kell, de abban a pillanatban, abban a szituációban sajnos azt, én a rossz szerepkört kellett betöltsem, mert ezt kívántam meg az a státusz, ahol ott voltam. És Tamás, mi váltotta ki belőled azt, hogy a személyiséged nem ilyen, ahogy ma már tudod pontosan, meg akkor se érezted magad ebben otthonosan. Mi váltotta ki belőled ezt? Hogy lett családi okok? Pénz. Pénz? Csak a pénz? Pénz. Eszméletlen pénzorientált voltam. Sokat kellett verekedned pénzé? A bunyót leszámítva, tehát a... Nem a profi boxot mondom, most még az utcai résznél tartunk, maradjunk azért, csak szép sorban. Olyan dolgokat kell megtenni, ami nagyon rossz. Uh-huh. Egy konkrét példa, és ez amikor már saját magadat sem tudod elviselni, mert olyan dolgot teszel. Már eleve az, hogy van egy olyan helyed, ahol kivinszed az embert, meg lehetsz készíteni. Tehát ez is már milyen... Kis erdő, vagy mi volt ez? 11. kerületben volt régen egy TS terület, ami... Csendes, elhagyott hely. Csendes, elhagyott hely. Ott volt egy nagy valamilyen fa, talán fűsza volt, amin elég hamar lehetett egy fűszvágat törni, az meg tudjuk, hogy jól tud csípni. És akkor például, itt a konkrét eset, hogy tartoztak egy összeggel, és pont szembe jött velem a West Endbe, arra is emlékszem. Meglátó, sírva fogadt, és akkor elfutott. De hát abban azon a környéken elég sok ismerős volt, hogy kb. Egy fél óra alatt a kezembe volt az ember, és hát meglátogattuk ezt a fűszás helyet, ahol igen, elpóruljált sajnos az ember. És hát, most már mondhatom, tehát keze lába eltört. És nem... Tehát ez amikor már így visszagondolva, tehát így kár, nem én voltam az ő helyébe. Tehát nem lehet ennyire visszaélni, ennyire. Nincs az a pénz, ami ezt megírja, az, hogy így tönkretett valakinek az életét. Akkor ez abban a pillanatban, amikor ebben benne voltál, akkor ez normálisnak tűnt. Normálisnak. Hogy ezt én megtehetem, mert ő tartozik nekem. Pontosan, ráadásul még nem is ő tartozott nekem, hanem a brigádja. Tehát így. Csak ő volt a főnök. Én azt gondoltam, hogy ezt megtehetem. Mindeközben box karriered hogy állt? Akkor még nem box volt, akkor még egyetlen box, akkor thai box volt még. Csináltam, jól ment, ügyes voltam, tehát az is, hogy az alvilágba te meg tudtad úszni a dolgozást?
Nem, egyáltalán nem. Belestél? Pont azt akartam mondani, hogy az, hogy már edzése úgy mentem, hogy beszpidezve voltam, aztán. Vagy bekólázva voltam. A kóla, mit jelent a kóla? Bekokainozva voltam, és nem számított ott semmi. Tehát ott is, sajnos a hétkő, mondhatjuk azt, hogy volt az alvilág élet, de én még nem hiszem, hogy ez alvilág, mert ez egy ilyen kicsit ilyen filmes megnevezés. Tehát amikor az éjszakában dolgozom, akkor azt hiszed, hogy el tudod könnyíteni a úgymond nappali életettől, vagy a társadalmi életét, de ez nem igaz. Tehát az edzésekre is ugyanúgy kihat, mint a családoddal való kapcsolatodra, a fontossági sorrendek teljesen megváltoznak, olyan abszurd dolgokat engedsz meg magadnak, amit ma már szégyelsz nagyon. Nem az, hogy szégyelek, tehát hogyha lehetne, akkor megostoroznám magamat, de természetesen is kártit értem. Értem. Mi volt, hogyan folytatódott a sorsod? Börtön lett belőle? Sajnos igen. Bár el is azt tudom mondani, hogy nem biztos, hogy sajnos, mert ahhoz, hogy azzá váltam, aki mai nap vagyok, az kellett az a nagyon nagy pofon. Az, hogy igazából én azt gondoltam akkor, hogy ez egy semmi. Hát most az, hogy 10-20 ezeres kábítószer csomókat átadunk, leviszünk, védünk, figyelünk, elveszünk a pénzt, figyelünk a drogkereskedelem, az teljesen normális. Hát hogy lenne normális? Egyáltalán nem normális. Tehát, a rosszat jónak gondoltad. Teljes mértékben. A jót meg rossznak. Nem is az, hogy nem. Tudtam, hogy rossz. De én azt gondoltam, hogy ez nekem jár, mert én jól bunyózom, mert úgy se tudnak megverni, úgy se tudom megfélemlíteni. Én azt tudom, hogy ez egy teljesen olyan tök normális dolog. Hogy bírtad a börtönt? Az kijózanított? Ott lehet bunyózni. Lehet bunyózni, de érdekes, soha nem volt rá. Aztán börtönben 11 hónap, 10 napot voltam, és egyetlen egy pofont osztottam, meg egyet rúgtam. Ennyi volt. Volt már híred akkor azért? Nem. Mint bunyós, nem, bár én voltam a tájboxos bent a bőrükbe, tehát mindenki úgy volt. Gyere kicsi a tájboxos. Ez volt a megnevezés. És ahogy bementem az árkába, egy nagyon rendes nyomozótiszt azt mondta, hogy tegyétek be a kanibál zárkába, mert ott meg úgyis majd egy pár nap múlva beszélni. Mit jelent az, hogy kanibál zárka? Hát, a kanibál zárka az a zárka, ahol különböző nemzetiségű, konkrétan együtt ültem egy pszichopata, karósgyilkostól kezdve, nem együtt ültem, együtt voltunk előzetbe, mert senki nem bizonyította még rá a dolgot, mindenki nyomozott vissza. Akkor az előzetes házról beszélünk. Előzetes házról beszélünk, de a börtön részlegnél már, börtön részlegen. És mi lett a kanibál zárkába? Hát semmi, mint az, hogy itt Pesten az élés sokan ismertem, bementem egybe egy 3-4 darab ismerős, akik nem töltöttek be úgymond a börtön életbe, tehát nem börtönkarrierister emberek voltak, egyből persze bekostoltak, hogy ki, mi, hogyan, kis fehér gyerek a kanibál zárkában, tehát ez 23-24 éves koromban volt, születésnapom után ráadásul, mert július 10-én tartoztak le, és 5-én volt a szülinapom. Tehát egy nagy szülinapi buli után? Hát konkrétan Siófokról a palácból jöttünk fel. egy 4 napos buliból, tehát kemény volt. Hát akkor a szabadságod az oda lett. Az azonnal, tehát így nem is volt kérdés. És mondtam, hogy megérkezve az árkába, pakkot letéve, igazából az a ruha volt rajtam, ami rajtam volt. Egy ilyen, hát az a matracnak is ágynemű rajtam, be,
ott rögtön. Hát igazából mindenki a börtönfilmekből indul ki, hogy ott fekete emberektől kezdve majd beklikkesedünk, és akkor összevernek. És hát erre mentálisan már készültem. Tehát így be, mondom, pillanat, bum, rárúgtam egyet a vaságyra, a vaságy összedőlt, és hol szeretné aludni? Nekem ott a hátsó felső ágy az nagyon szimpatikus, legalább ott van az ablak, lesz levegőm. Ez olyan volt, mint egy filmbe. És ez tényleg így van. És én onnantól kezdve... Volt tekintélyed? Nem is az, hogy nem piszkáltak. Ezt hívják tekintélynek. Ha nem lett volna, hidd el, hogy piszkáltak volna. Lehet. Nem tudom, igazából, mert előtte se voltam, meg Jézus Krisztusnak közelítve, utána se voltam. Börtönben, sőt, meg se közelített. Onnantól kezdve, úgymond, a hétköznapjaim teltek, mentek, peregtek az idők. Tehát ott egy álló idő van, amit már itt a stúdió előtt már beszélgetünk, hogy a legjobban az rémített meg, hogy bent úgy elfolytak a napok. Ekkoriban gondolkoztál létezés értelmén, Tamás? Mondott-e neked valamit Jézus? Maga a név mondott-e neked valamit? Természetesen, egyértelmű. Mindig is hívő ember voltam, hiszek Jézusban, hittem Jézusban, de nem foglalkoztam vele. Tehát nem volt kapcsolatom. Nem volt kapcsolatom vele, igen, nem volt kapcsolatom, nem volt közelségem vele egyáltalán. Tehát tudtad, hogy létezik. Igen, és hittem is, hogy van Jézus, de most az, hogy megérdemeltem volna, hogy közelségbe kerüljek vele, vagy csak nem érdekelt, vagy csak nem foglalkoztam vele, ezt nem tudom megmondani igazából. Hát nem. Én megmondom, ezt senki nem érdemli meg. Istennek a szeretete és kegyelme, hogy egyáltalán találkozhattunk vele, de múlik azon, hogy az ember hogy viszonyul valóban hozzá, hogy nyitja meg a szívét, ha viszont ott a hívás az életén. Sajnos már nem emlékszem a nevére, de egy nagyon-nagyon-nagyon kedves szolgáló hölgy volt bent, aki hittan tartott. Ilyen misszionárus? Igen. Bár nem hit gyülekezetes volt, de keresztény felekezetű volt, és hozzá lejártam. Nem beszéltem, csak figyeltem a hátsó sorból. És ez talán azt mondom, hogy ez volt az első olyan a része az életemnek, ahol így egy kicsit úgy figyeltem. Figyeltem, hogy mit mondanak, figyeltem, hogy mi történt. Nagyon közvetlen hölgy volt. És ott elraktározódott bennem. Tehát ott hallottál a kereszténységről, Jézus Krisztus kereszt haláláról, feltámadásáról. Igen. Jól értem? Igen. Ott közelebb kerültél, és akkor azokat elraktad. Igen, ott elraktam, az ott bennem volt, az ott, mint hogyha elkezdett, hogy pont te szoktad mondani, vagy te mesélted nekem egyszer, hogy elültették a makot. Uh-huh. És az ott elkezdett bennem ott mocorogni, elkezdett bennem munkálódni. Nem tudtam, hogy az egyszer majd ki fog csírázni, és ki fog majd bújni belőle valami, de most már tudom, hogy igen. Jó, érdekes, hogy mondtad, hogy csak beültél és hallgattál, és ugye az ige, azt mondja, hogy a hit az hallásból van. Tehát alapvetően ez a legfontosabb dolog a hit létrejöttében, hogy az ember hallja az evangéliumot, meg az igazságot úgy hirdetve, nagyon fontos, hogy az meg tudja érinteni őt. És akkor milyen hatása volt ez a későbbi életedre, vagy a döntéseidre, amikor kijöttél, akartál megváltozni ennek hatására? Akkoriban nem gondoltam volna, hogy ennek jelentősége vagy szerepet vállalt ebben, de igen, egyértelmű, hogy változtatni akartam az életemen. Hiszen, hogy már előbbi ebben mondtam, már olyan mértékekben mentek a dolgok, hogy saját szememben sem voltam ember.
vagy inkább ember voltam, mint rossz ember voltam, nagyon rossz ember, és tudtam, hogy változtatni kell. Azért börtönbe való szabadulás után a alvilági presztízse megnőr egy embernek, azt tapasztaltad? Mikor szabadultál? Tehát, hogy már börtönben azonnal, is voltál. Azonnal a... Hát most már mondhatom, mert szegény megtért és elhunyt. Egy albán barátom azonnal a helyen volt az albán maffiának a egyik oszlopos brigádjába. Hisz nagyon jóba voltam, hisz, hogy mondtam, hogy a zárkában egy ilyen olvasztó tégely volt, és hát ő is ott ült velünk együtt, és különböző bűncselekményekre voltak rászakosodva, és azonnal hisz... Tehát ők attól kaptál ajánlatot, mindjárt lett volna lett munkád. Már ahogy szabadultam, másnap már az ügyvéd meg is keresett az ügyvédjük, hogy őt is őt keressem. Éltél vele? A lehetőséggel? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa dolog, hogy igen, azonnal élni akartam vele, amúgy, mert rengeteg pénzt kínáltak, tehát a napi 20 000 eurótól kezdve, tehát ez rengeteg, tehát az egész, azt mondom, akkoriban azt gondoltam volna, hogy az a fontos, hogy a pénz a zsebben legyen, és jó legyen. De tudtam, hogy nem jó igazából, és ma, aki a feleségem, azt akkoriban ismertem meg. És elég volt egy szót mondania, hogy és még ez így hangzott, és ez mai napig itt van a fülemben, és azt gondolom, hogy az életem akkor változott meg az első részben, hogy azt mondta, hogy válasszál. Ő vagy én. Az az élet, vagy az én szeretetem és szerelmem kell. És azt mondtam, hogy és felvettem a telefont, és nagyon nehezen. Tehát egy ilyen, tehát először is ilyen embereknek ilyen lehetősége nagyon kevés. Tehát lehet, hogy én mondtam az egyetlen, nem tudom. Én így éltem meg ezt a dolgot. Én mondtam, hogy gyerekek, a feleségemben, én már akkor, tehát két hét után tudtam, hogy ő a feleségem lesz, és vele fogom letölteni az életet, vagy vele fogom elélni az életemet, hogy elnézést, de ezt a lehetőséget vissza szeretném utasítani, mert fontosabb nekem az, hogy a feleségemmel, vagy akkor a barátnőmmel lehessek, és egy olyan tiszta életet tudjak kezdeni, és élni, amit kellett volna igazából már az elején. Hú, nagyon izgalmas résznél vagyunk. Polszter Tamással beszélgetünk, aki elmondta, hogy profi sportolói karrierje következtében egyre mélyebbre süllyedt az alvilágba, olyan mélyre, hogy ennek következtében majdnem egy évre börtönbe is került, ahol először hallotta hitelesen az evangéliumot, majd a szabadulás után egy fontos döntés hozott, és nemet mondott egy visszautasíthatatlan ajánlatra. Ezt a jó döntését aztán később is több jó döntés követte. Ezekről fogunk beszélgetni egy rövid szünet, egy zene után. Ezután a rövid szünet után újra itt vagyunk. A kedves hallgatóink a Szabadság Rabjai című műsort hallgatják. Egy olyan fiatalemberrel beszélgetünk, Polszter Tamással, akinek elég kalandos volt eddig is az életútja. A börtönbüntetése után szabadult, és egész más irányba indult tovább, mint ami ilyenkor szokott lenni, mert ugye megszokott az, hogy a börtön után még rafkósabban, még jobban kiképezve, még jobban felvértezve jönnek ki a gengszterek, és még mélyebbre süllyednek. Nálad ez nem így volt. Nem. Mi történt? Milyen döntést hoztál? Merre indult az életed utána? Mint ahogy már a szünet előtt is mondtam, az első jó döntésem az, hogy a családot, a szeretetet választottam, és
ez olyan irányba vezetett igazából, mint annó a rossz életbe, az, hogy lépésről lépésre mélyebbre kerültem, és itt meg lépésről lépésre jó felé kezdtem el menni. Nagyon-nagyon hosszú idő telt el, amíg azt mondhattam, hogy tükörbe tudok nézni, és nem vagyok rossz ember. Mert egyrészt akarok változtatni, szeretnék jó lenni, és szeretnék rendes ember lenni. És mik voltak ezek a lépések? Tehát miből gondoltad? Elkezdtél dolgozni normálisan, vagy a sportot újra kezdted? Mik voltak ezek a döntések? Az első fontos lépés az, hogy elhatároztam azt, hogy ez rossz szó az, hogy karriert építek a sportba, hanem inkább az, hogy 100%-osan oda teszem magamat, hisz tudtuk eddig is, hogy jó voltam benne. Tehát tehetséges voltál, igen, és annak ellenére, hogy ugye mondtad, hogy kábítószereztél, meg éjszakai életet éltél. Akkor is lent voltam edzésen. És amellett is sikeres voltál. Igen. Uh-huh. Elkezdtem az edzéseket még sűrűbben látogatni, még komolyabban venni. Elkezdtem, most ez lehet, hogy ez egy nagyon kis lépés, de egészségesen elkezdtem étkezni, elkezdtem odafigyelni arra, hogy egészségesebben éljek, hogy boldog legyek. Tamás, ennek a sok jó döntésnek most nyilván az előző rossz döntések után, még ha nem is konstatálva, de volt köze szerinted ahhoz, hogy Jézus Krisztusról hallottál a börtönbe? Így utólag visszagondolva, mindenféleképpen. Oké. Okay. Mindenféleképpen. Mindenféleképpen, mert utána azon vettem magamat észre, hogy a környezetem, és itt most azért van egy kis ugrás időben, hogy már nem thaiboxos edzésekre kezdtem látogatni, hanem átkeltem profi boxra egy sérülés után igazából, és itt egy kicsit hadd térjek vissza a sérülésem. Az 40 perc. A sérülésem. Az 40 perc, és nem érem kérdele. Igazából egy 2 perc. A Thaibox volt egy olyan sérülésem, hogy ketté törték a térdemet. Én azt gondolom, hogy Jézus Krisztus azt akarta, hogy folytassam a sportot. Csak ne Thaiboxozva. Igazából szerintem az őt nem érdekli, hogy Thaibox vagy Probox. Inkább az érdekli, hogy egy küzdő szellemű. Az érdekli, hogy az ő dicsőségére sportol szerintem. Ez így van pontosan. És az, hogy ma el tudod mondani, hogy Európa bajnok vagy. Igen. Ez az ő dicsősége. Ez, és mert kimondod. Ez így van. Halleluja. Ez pontosan így van, halleluja. Hogy ebből a sérülésből úgy tudtam visszatérni, hogy azt mondták az orvosok, hogy nem fog tudni járni. Nem fog tudni rendesen lépni, nem fog tudni biciklizni, nem fog tudni futni, nem fog tudni semmit csinálni, amit egy hétköznapi ember. És mondom, ez nem én vagyok. Akkor is. Közel egy évig minden napi 3-4 óra rehabilitáció, ilyen torna, olyan torna, ilyen terápia, olyan terápia, és megérte, mert amikor visszatértem, akkor egy profi box szerződés várt, aláírtam, és elkezdődött a kőkemény meló, ami 4 év kőkemény küzdés után egy profi euróbajnoki címmeccset hozott nekem, és tudtam vele élni. Bár előtte már volt egy, de sajnos elvesztettem egy kisebb meccs sérülés miatt, de ez annyira nem fontos. A körülhívásnál tartunk, hogy amikor meghallottam, hogy megtértél, jöttek oda hozzám, hogy tudom-e, hogy megtértél, hát mondjuk nem tudom, de megnézem, hogy ki is pontosan ő, és akkor az interneten kerestem, hogy pontosan ki, hogy a meccsédet meg akartam nézni, és pont egy órára kattintottam, amikor egy nagyon brutális szabálytalanságot követtek ellened Svájcban, ha jól emlékszem. Igen. Mi volt, röviden elmondod ezt? Igazából egy felhozó meccs, mert hívtak ki Svájcba, Lozánba, ahol a Svájci Boxszövetség égisze alatt megrendezésre került egy kisebb torna, ahol egy
3-4 vagy 5 meccses sráccal kellett bunyózzam. Egy nagyon ügyes volt MMA-s srácról van szó, szóval amúgy különben láttam MMA-s meccseit. Hosszú kezű, fekete srác volt. És igazából ment a bunyó, és egy tiltott technikát végrehajtott rajtam, és kiszámolt a bíró. Sajnos mi ezzel nem értettünk egyet, és azon a supervisort hívtunk, aki azt mondta, hogy minden rendben volt. De hát ez nevetséges volt. Hát ők voltak és, otthon, ezt értettem. Hát egy, igen, ez sajnos. És ezek után egy olyan verekedés alakult ki bent a ringben, ami hát egy csoportos garázdaság. Tehát konkrétan ezért el is ítélték, aki eltört a homlok csontjára. Megtámadtak téged? Konkrétan. Többen ott az ő csapatában? Az úgy történt, hogy mi ketten, akivel bunyóztam, összeütöttünk megint kesztyűbe. Még azt mondom, hogy ez még azt nekem mondom, nagyon hogy... szimpatikus volt én, amikor ezt láttam először. Nekem tetszett, hogy a meccsen kívül is jól harcoltál. Én megszerettelek. Az egy jó kis bunyó volt. Ebben sose volt, hogy van-e vérem a bunyóhoz. Na jó, de én nem ismertelek, csak én egyből erre kattintani, és azt láttam, hogy a gong után itt megtámadnak, és olyan jó harcoltál ott, hogy repült ott szék, minden volt. Hát igen, és hát ilyen 15 ember gyorsan a slepjéből annak kis brigádjából bepattant, és hát ők rajtam még kesztyű, puszta kézzel. Nem tudtad lerágni gyorsan? Nem, hát nem volt rá idő sajnos. Amúgy egy gyorsan ilyen ment minden, igen. 20 másodperc igen. Volt az egész szituáció. Persze. Igazából. Aztán az vetett véget, hogy egy ilyen, hát egy 2 méteres nagy fekete ember puszta kézzel telibe vágott szemből, ami homlokcsonttörést eredményezett. Mellett, előtte meg már az ikertestvére, akivel bunyóztam, az mert puszta kézbe a ringen kívül hátulról, fél oldalról lepleknizett, és eltörte a hallócsontomat. Ott egy kicsit a stabilitásom se volt már jó. A pleknizést elmondom, hogy csak a kedves hallgatók kedvére. Nem szemtől szemben, igen, hanem tehát oldalról súnyi módon. Súnyi ütés. Próbáltak levinni a földre, aztán igazából egy 4-5 ember lefogott, és így lett vége az egésznek. Csak a feleségem meg a menedzserem volt kint velem, tehát igazából nagyon harcolni se tudtunk volna, hogyha akartunk volna, de ez így... Nagyon igazságtalannak találtad ezt a történetet részükről? Eszméletlenül, és nem, még nem is az, hogy a beszélgetésünk elején az első fél időben beszéltünk arról, amikor oda a fás erdőbe hordtatok ki embereket. Fűzfához. A fűzfához. Lehet, hogy most én voltam ott a ringben a fűzfa mellett. Igen, lehet, hogy ezt megérdemeltem. De ott azt gondoltam, hogy mint sportember egyáltalán nem érdemlem meg. De lehet, hogy az élet ezt így adta vissza nekem, hogy na te súnyítottál pálcában, most én súnyítok rád. Hiába te jó bunyós, most az fájjon neked egy kicsit. Nincs is vele gond. Így utólag. Ott nagyon rossz volt. Ott nagyon rossz volt. Ott mentünk supervisor, mentünk svájci boxszövetség, ott mindent próbáltunk intézni, de elfogadod a pénzt, mert utána egy meccs után volt a kivizetés, elvetted a pénzt, aláírtad a papírt. Mit szeretnél? Hogy lettél te újra futballista? Egy Európa bajnoki cím után az ember világbajnok akar lenni. Jézus Krisztusnak ez szinte egyértelmű. Micsoda fordulat. Nagyon. Viszont egyetlen egy momentumra hagyd térjek még ki. Az ökölvívásnál? Nem, hanem Jézus Krisztusnak. Jaj, hogy, szíves. Hogy volt egy kérdés előbb, hogy hogy akartam jobb lenni, és mint akartam. Az első, amit észrevettem, hogy volt, azt mondom, kérdezted, hogy volt-e köze a Jézussal való találkozásomnak a börtönbe, a további életembe. Uh-huh. Igen, és egyetlen szó van, hogy elkezdtem odafigyelni rá. És elkezdtem arra figyelni, hogy a közvetlen környezetemben egyre több hívő van, egyre több olyan ember, aki szereti és imádja Jézus Krisztust, és Jézus Krisztus közelségébe jön, vagy belejön, és csak azt mondtam, ő is.
ő is, meg ő, hanem a menedzserem is. A box menedzsered is? Igen, a box menedzserem is, akinek nagyon nagy hálával tartozom, mert például a, hogyha mondhatom ilyet, hogy a Hillsongnak a zenéjét ő mutatta meg legelsőnek, és akkor még a hídgyülekezetes semmi közöm nem volt, tehát akkor még bunyós voltam. Azt mondom, Oroszországban, Moszkvában, egy hideg szállodai szobában ültünk az emeletes ágyon, és néztük a YouTube-os Hillsongos videót, és beszélgettünk Jézusról. Mondd bátran a nevét, megérdemli. Rozman Istvánról van szó. A VPKC-nak a elnökéről, okay. És a Rimis Promotion-nek a menedzseréről. Tehát olyan keresztényekkel találkoztál, akik mind fölvállalták Jézust, igen, beszéltek az, róla, és a hitüket megvallották. És az a durva, hogy eddig is körülöttem voltak ezek az emberek. Uh-huh. De nem vettem észre őket, nem vettem észre Jézusnak a jelenlétét. És mondhatjuk azt, hogy a börtön évek után, vagy a börtön év, és az azutáni életemben elkezdtem odafigyelni rájuk. Elkezdtem azt, hogy mit mondanak, hogyan mondják, és elkezdett megfogni az egész történet. És akkor igazából, vagy a kérdésed elhangzott, hogy hogyan lettem boxolóból fordvalista, megint fordvalista. Ez teljes mértékben a Szent Pálnak köszönhető. Mármint az apostolnak. Igen, mert elhozta Európába az evangéliumot. És ezáltal megtérhetett Németh Sándor, majd megalakította a Szent Pál Akadémiát. A Szent Pál okay. Akadémia fotball csapatának köszönhető. És ebbe is itt igazából én megmondom, tehát így nem akartam kiemelni két nevet, de ki szeretnék nevelni két nevet. Hogyne. Izsák és Áronról beszélek, két kedves csapattársamról. Sajnos az egyik most már nem a csapattársam. Mai napi kapcsolatban vagyunk, és beszélünk. Pont tegnap hívott be, hogy vagyok. Amikor bekerültem a Szent Pál Akadémia fotball csapatába, tudtam, hogy keresztény csapat, tudtam, hogy Sándor bácsinak az égisze alatt ez lehet virgonckodni, sport, volt, ez tökéletes, ez megérkeztem, ez az én helyem, és az, hogy bejárjak a gyülekezetbe, 5000 ember közt üljek, hát engem fog mindenki nézni, a volt börtönlakó, tetovált, az túlzás, hogy nagy darab, de harcias megjelenésű morcona ember, de én ezt el sem tudtam volna képzelni. Úgy, volt invitálás? Természetesen, az első alkalommal, egyértelmű. És tapasztaltál ott mást, mondjuk az öltözőben, vagy a hangulat, ahogy egymással beszéltek a szentpálos focisták. Én a fotball miatt kerültem le, legelsőnek oda. Egy nagyon jó példa erre, hogy sajnos mint minden hétköznapi ember azért szokott káromkodni, szokott csúnyán beszélni. Megérkeztem, kaptam egy rúgást oldalra, edzésen, szitkozódtam egyet. És akkoriban, aki az edzőm volt, az mondta, hogy gyere, Tomikám, ez egy keresztény csapat. Itt nem káromkodunk. És olyan méretetlen megbánás, lelkiismeret furdalás tört ki rajtam. Elszégyelted magad? Nagyon. Tehát olyan, mint hogyha mesztőnök kellett volna végigmenjek a körúton. Tehát így nem áll. Tehát így. És jó, oké, rendben. Ment az edzés. És még szankció se kaptam, tehát nem volt büntetés semmi. Csak egyszerűen az volt a szankció, az volt a büntetésem, az egész edzést szégyenbe töltöttem el, legalábbis olyan srác, aki csak itt van, megjátsza magát, hozzánk tartozik, csak... De közönséges hozzánk képest. Igen, tehát ez a hétköznapi életet nem érdekli, úgy, hogy káromkodik, iszik, nem, egyáltalán sose ittam drogot, 20 éve letettem, vagy nem is 10,
8 éve letettem, tehát így és elkezdtem odafigyelni a viselkedésükre, ahogy mondtad, a viselkedésükre, elkezdtem odafigyelni, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz, mint emberek, mint társak, és olyan jó volt nézni, és az volt az első, hogy én ide szeretnék tartozni, én meg szeretnék térni, én szeretnék Jézusban élni, és szeretném azt, hogy én is köztük legyek. Én hozzájuk szeretnék tartozni. És nem is telt el sok idő, igazából azt hiszem egy hónap telt el a Szent Pál futballcsapatában megérkezésem után, hogy a gyülekezetbe egy szombati napon megérkeztem, mert úgy mentem le, hogy mindenki engem fog nézni, fú, de rossz lesz. Tomi, gyere, foglaltam helyet a negyedik sorba. Nem már. Izé van, rövid ujjúba, tetkó kín. Nem van foglalkozzon. Gyere és élvezzed, és figyeld az igét, figyeld Jézus Krisztus. És megérkeztem? Nem vagyok egy sírós, picsogós gyerek, de az első napomon az Áron volt talán velem, meg egy másik csapattársam, hogy patakukba folyt a könnyem. És meg nem mondom, hogy miért. Dicséret alatt, vagy hallgattad dicséret alatt. Megérintett. És ez Jézus Krisztusnak volt a kicsik ilyen kis fricskázása. Hát miről másról szólt volna az aznapi ige, mint a harcosokról. És mondom, megírtam már hetek előre, hogy ez ma itt leszek, és nekem fog szólni ez az egész. És olyan, én nem tudtam, vagy nem hittem azt, hogy ilyen átélésre úgy beszippantott magával, hogy nyugodtság, de egyben olyan izgatottság is, hogy mi van most, mi fog történni, most mi, gyerünk, na, mi van már? És közben patakba folytam, de közben a szám füdigért, és azt mondtam, hogy mondom, nekem ez kell, én itt akarok lenni. Tehát haza sem megyek, mikor jön már szerda. Mondom, mert hazaértél, úgy éreztem. Igen, megérkeztem. És ami nagyon jó szót mondtál, mert szinte mindig ezt mondtam, hogy szerda, szombat, na megyünk haza, hagyd legyek már otthon, hagyj érezzem már azt a nyugodtságot, a melegséget, hagyj hallgassam már az igét, hagyj legyek már a társaim közt, akikhez tartozom. És ez így is van, hát igazából ennyi. Tehát így, ez volt így az első lépés így a gyülekezet felé. Ami... Aztán a focisták után rádakadtak a boxolók is, a régi boxolók. Hát igen, hát sajnos nem tudom meghozgatolni magamat, de mint tudjuk, és ez nagyon-nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy hát mint te is régi harcos vagy. Tehát Nagy Józsi pásztor is a megtérése, nem vagyok benne biztos, de azt mondom, a megtérése előtt magyar profi bajnok volt. Magyar bajnok volt. És nem telt el sok idő, azonnal egymásra találtunk szinte, és elindítottunk egy ilyen kisebb baráti társaságot. Igen, box klub. Egy ilyen. Érdekes, én is a Nagy Józsival találkoztam első nap. Ő imádkozott, értem. Hogy, és így... Hálásak vagyunk neki nagyon. És ez így hozta, és megint elindult egy ilyen folyamat. Hogy elsőnek csak a Józsi jött hozzám, utána már a Csabiék, szerintem Csabit is mindenki ismeri, Elek Józsi, szépen így elkezdtek így bejönni, hisz a bunyóm az nem fakult igazából, a tudásom az csak gyarapodik,
mint már, mint a boxra való. De azért más edzést tartani, és más bonyolzni, tehát ez két különböző. Teljesen, dolog. Teljesen. Én mindig is mondtam, hogy attól, mert valaki jó bonyós, és most itt egy azon egy 10 nevet fel tudnék sorolni, de direkt nem teszem, akik sokkal jobbak voltak, mint én. Többet éltek el, mint én. Világbajnoktól kezdve minden címet begyűjtötte, de küzdködnek 4-5 emberrel, hogy legyen miensük. Én meg... Neked van érzéked az edzésed? Most én ezt kérdezem tőled, de... Igen, pedagógiai érzékem van hozzá. Az van megírva, hogy más szája dicséren, és lehet, hogy épp én ezért vagyok itt most, hogy elmondhassam, hogy minden részem fáj a szerda edzés után, és ráadásul nem csak a felnőtt emberekhez tudsz szólni, hanem a gyerekekhez is, mert igen, a gyerekemet is hordom hozzá. 12 éves gyerektől, bár az most nem pont a te gyermeked, azt hiszem 8 éves a kicsi? Nálunk? Igen. 7. 7 éves. Hogy én egészen... És ráadásul lányok. És ráadásul lányok. De nagyon vagány. De eltalálod a hangot el tudom is, csak ezt akartam én mondani. Én a 7 éves kisgyerekkel is megértettem magamat, és akkor kicsit visszautalva a régi énemre, a legzuralabb bűnözővel is meg tudom értetni magamat, vagy megtalálom a közös hangot. Bár hála az úrnak, most már nincsen erre szükség, de tényleg a legidősebb tanítványom, hogy 73 éves, kétszeres rákot legyőző idős bácsi, az Andrés bácsi, aki azt mondta, hogy ha megírja a 75. születésnapja, vagy 70. születésnapját, akkor 70 és egy naposan ott lesz nálam edzésen. Ismertem már régebb óta, és 70 éves, egynaposan ott állt az ajtóba. Tomikám, megjöttem. És 3 éve velem van. Fontosnak tartod, hogy egy keresztény meg tudja védeni magát? Természetesen. De hát van rajtunk védelem, nem? Jézus Krisztus vére, az ő neve. Igen. De szerintem nagyon fontos az, hogy az ember a hétköznapi megpróbáltatások ellen is fel tudja venni. Tehát ne egy elnyomott, ne egy kiszolgáltatott ember legyen. Legyünk kőkemények, egy... ahogy az életben, úgy Jézus Krisztusért is úgy tudunk majd küzdeni. Igen. És szerintem erre nagyon-nagyon lesz szükség. Egy villamos megalapban megtámadnak, szóval nem biztos, hogy van idő meg cikket írni a hetekben, vagy hogy mondjam. Ez így van. Ott fel kell venni a harcot. Meg kell védeni magam, a családomat. Ez így van. Viszont, hogyha olyan szituáció van, és ez egy nagyon-nagyon nagy változás a régiemhez, uraim, elnézést, igazad van. Így van. Meghívlak egy pohár üdítőre? Volt ilyen sztorid? Természetesen volt. Volt. Nem is egy. Nem is egy. Én azt mondom, hogy az utcán, és most nem a portát, meg nem a régi életemet véve, én azóta minden verekedtem. Természetesen azt mondom, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitem és a gyülekezettel való közösségem, Isten Jézusra és Istenem való közösségem, az, ahogy már a stúdió előtt is beszélgetünk, az nem az van, hogy hétfő este nem, de már kedd reggel 9-től igen. Hanem szépen ez egy út, amit be kell járni ahhoz, hogy a tökéletesség felé haladva. Hát ez így van, Jézus magáról mondja, hogy én vagyok az út. Igen. A valóság és az élet, tehát valóban keresztényként ráléptünk egy útra, és végig is kell menni rajta, igen, hogy célba érjünk az Istennek a dicsőségébe. Pont ennap gondolkodtam erről az útról, amit különben, mert hát tudtam, hogy te fogok jönni, és beszélni kell. Bár sose volt gond a beszédemmel, vagy a számmal, de egy kicsit máshogy beszéltük is, egy kicsit másabb stílus, másabb jellegű dolog ez, mint egy olyan interjú, hogy igen, 100%-osan felkészültünk az ellenfélből, tudjuk, hogy mi a gyengé, mi a nél az erősége, és akkor legyőzzük, és nem, ez teljesen más. Ez inkább úgy tudnám mondani, hogy ez egy mély. Itt az érzésről, a hitről, és a jóról, a jóságról kell tudni beszélni, és ez csak úgy megy, hogyha az őszintén benned van.
mert akkor leszel hiteles, és akkor tudsz változni, mind mások szemében, mind a saját maga szemében. Tamás, és mit üzenél azoknak, akik hozzád hasonló helyzetben vannak, vagy halva a te történetedet meg akarnak változni, ahogy te is meg akartál változni? Mit üzensz számukra? Én minden olyan emberhez szeretnék szólni, az én hibámból, tapasztalatomból, életutamból merítve a tapasztalataimat, hogy nem kell valakinek bűnözőnek lennie. Elég, hogyha csak nincsen megfelelő családi háttere. A szülei nem úgy támogatják. Esetleg utcára kerül, meg kirúgták az állásból, elvált, és nincs pénze, hogy lakást béreljen. Hogy higgyen Istenben, legyen hű a jóhoz. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy amióta én megtértem, és figyelek arra, kimondottan figyelek arra, hogy jót cselekedjek, nem triplán, százszor kapom vissza mindig a jót. Természetesen nem a rosszat, hanem a jót. Mert olyan barátokat szerzek, Jézusra lehetek egy közösségbe, ami szerintem az alap, tehát az és a csúcs. És a csúcs, ez a legjobb. De hogyha az ember jót cselekszik, akkor jót fog visszakapni. És ez mind barátokban, lehetőségekben, akár anyagilag is. Mert sajnos a hétköznapi életeket, amikor boltba mész, akkor kilók ennyire le kell tedd a pénzt. És én nem hittem volna azt, hogy ha mondjuk egy 5 évvel ezelőtt azt mondják nekem, hogy figyú, ha te adsz, többet kapsz. És ez olyan nagyon-nagyon nagy boldogsággal tölt el engem. Hát mert ez bizonyítja, hogy megváltoztatott téged teljesen Jézus Krisztus, és betöltöd az igét, hogy jobb adni, mint kapni. Dicsértesük a nevét, igen. És adsz, mert neked is adott Jézus Krisztus, nem is egyszer új esélyt, ki tudtál jönni a börtönből, ott tudtad hagyni az alvilági életet. Egy olyan súlyos sérülés után, aminek a következtében még járnod se kellett volna, te focizni kezdtél, és szerencsére pont a Szent Pálnak a igen. foci csapatába, ahol hitelesen hallhattad. Az Úr vezetett oda. Ez is kérdéses. És megtérhettél, és hazatértél. Igen. Nagyon jó volt veled beszélgetni, Tamás, köszönjük szépen, hogy elmesélted ezeket. Köszönöm a meghívást. Elmondtad. Köszönjük szépen, Tomi, hogy elfogadtad a meghívást. Jó látni, hogy a bűnbocsánat valóságát átvetted, és ez kisugárzik rólad, ezért is tudsz adni, mert te is kaptál annyit, és még az a sok ígéretet, amit Jézus Krisztus ígért számunkra, azokat is látom, hogy megragadtad, és ezért vagy egy ilyen ember, aki akar adni. Köszi, hogy eljöttél, Tamás. Nagyon szépen köszönöm a meghívást még egyszer. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. A kedves hallgatók a Szabadságra Vég című műsort hallották. 2 hetente jelentkezünk mindig új adással. Köszönjük, hogy hallgattok. Minden jót. Viszont hallásra. Műsorajánló.